Légszennyezés. Mérgező gázok, kiirtott erdők. A WHO, a Világegészségügyi Szervezet legfrissebb becslése szerint a fejlődő országokban évente 700 ezerrel kevesebb ember halna meg, ha sikerülne a legfőbb levegőszennyezőket kivonni a forgalomból. De a légszennyezéstől nem csak a világ fejletlenebb részein, hanem Európában és Magyarországon is sokan szenvednek. Legveszélyesebb összetevő az a részecskeszennyezés. Ezek 10 mikrométer alatti apró, elsősorban szilárd, de folyadékrészecskék is, amelyek a levegőben nagyon sokáig lebegnek. Ezek a tüdőbe jutva egész az érrendszerbe kerülnek, és mindenféle komoly szív- és érrendszeri panaszokat is okoznak. Ebben egyébként Európában bizonyos szempontból a legrosszabb helyen állunk, ám emiatt a szállóporszennyezés vagy részecskeszennyezés miatt 153 ezer életévet veszítünk minden évben, és ezért a kormány egy ágazatközi intézkedési programot léptetett életbe, aminek hát majd meglátjuk, hogy lesznek-e eredményei. Mivel a valóság néha tényleg nagyon másként fest, így mi is inkább a magyar valóságot, az utca emberét kérdeztük. Mit szól a belváros levegőjéhez? Mivel tömegközlekedésre utazom a föld felszínén is, így érzem a levegőn a légszennyezettséget, és hát nyilvánvalóan teljesen más, mint vidéken a zöldövezetben. A belváros az rettenetes, néha elviselhetetlen. Hogyha van egy kicsit erősebb, mondjuk légáramlat, szél, akkor egy fokkal jobb, de amikor beáll ez az egész, akkor elviselhetetlen, és valószínűleg sokan nincsenek tudatában annak, hogy milyen levegőt szívnak be a belvárosban. Mi kint lakunk a Szépjuhásznénál, olyan sűrűn sokat nem járunk ide, de lényegesen észrevehető, ott leszállunk a buszról, hogy mi a különbség. Hazánk útjain mintegy 3,6 millió gépjármű fut, ebből 3 millió személygépkocsi. Így nem csoda, ha a kibocsátott légszennyezőanyagok 90%-áért a közúti közlekedés felel. Mégis, mi jelentett valamilyen fajta megoldást? Minél inkább kellene használnunk olyan gépjárműveket, amelyek az Euro 4-es, illetve Euro 5-ös normák szerint vannak építve. Alapvetően ez talán valamennyit csökkent a környezetszennyezése. És vajon a magyar autóvásárlók számára végre tényleg szempont a károsanyag kibocsátás? Figyelnek most már arra, hogy milyen károsanyag kibocsátása van az autónak. Ez pár évvel ezelőtt nem volt kérdés, nem? Most viszont igen. Hiszen a szabályok is úgy változtak, hogy azokat az autókat támogatja, aminek a alacsonyabb a károsanyag kibocsátása, tehát kevésbé terheli a környezetet. Úgyhogy ez a mostani regisztrációs adó változtatás is egyértelműen erről szól. Amelyikben Euro 5-ös motor van, annak egyértelműen nagy mértékben lecsökkentették, aminek nem, annak meg maradt, vagy még följebb is ment. Nagyon jelentős különbség van. Ez így mind szép és jó, de azért szerencsére még van hová fejlődni. Igazából én elég sok kiállításon és elég sok dokumentáció elolvasása után látom azt, hogy az elektromos autók verseny is szépen lassan fejlődik. Úgynevezett kiterjesztett hatótávú elektromos autó. Nagyjából amennyit az átlagos napi használatban használunk, annyit elmegy elektromos árammal, ilyen 40-80 km körül, megtankolható otthon a hálózatról, és hogyha ennél messzebb kell vele menni, akkor bekapcsol benne egy benzinmotor, amelyik áramot termel, így ilyen 3 liter körül mondják az üzemanyag fogyasztását. És megkeresték Amerikába az ilyen autót használók tulajdonosait, hogy mennyit mennek el egy tank üzemanyaggal. És azt mondták, hogy 1000-1500 km. Tehát az összes többiben elektromos hálózatról töltik fel az akkumulátort, és azzal mennek, és csak minimális mértékben jár a benzinmotor az autóban. A világ útjain közlekedő járművek száma 40 év alatt a négyszeresére, több mint 2 milliárdra nőhet. És a négyszeresére emelkedhet az általuk kibocsátott széndioxid mennyisége is, miközben a levegőt tisztító erdők területe évente 13 millió hektárral csökken. Igazi áttörésre lenne szükség már csak azért is, mert a világolaj termelése 20 év múlva mostani felére csökkenhet. Ám ez az áttörés egyenlőre még várat magára. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?